elváltam, és hát elúszott minden válaszsal kapcsolatosan, lakás, stb. Stb. Úgyhogy megjártam a rögös utakat, hajléktalan lettem, nincs munkám, nincs semmi. Ugyanaz, mint a Zsoltinál, hogy ő sajnos a válasz, akkor betegedtem, lebetegedtem, úgy azzal együtt elment a lakás szintén, úgyhogy, és nehéz, nehéz igen. Most már. Én is elváltam, apukám meghalt, lakásomat elvették, ami apukámé volt, mert nem voltam bejelentve. Úgy lettem hajlítva, hogy elvesztettem a édesanyámat, azért nem volt semmi probléma vele, utána utcára kerültem, mivel most apám vette át a lakási szerepet, szóval főnök gondját, így kerültem ki az utcára. Hajlék nincs, munka van valami? Alkalmi. Alkalmi, ha sajnos csak. Nagyon megragadott az, hogy a hajléktalanok milyen nyomorúságban vannak, és ehhez volt köze annak is, hogy polgári szolgálatosként olyan helyen dolgoztam, ahol ezt láttam, akkor később hatással volt rám az is, hogy olvastam egy könyvet a Youth with a Mission történetéről, és ez a missziós szervezet is arról írt, hogy egy gyülekezetben a szolgálat az általában két lábon kell, hogy eljön az evangélium hirdetés és a szeretet szolgálat. És aztán ez egy hosszú ideig tartó folyamat volt, amíg megfogalmazódott, hogy akár a mi gyülekezetünkben is lehetne egy olyan szervezet, amelyik támogatja a hajléktalanokat. Szerezett formában kb. 2-3 évekkel ezelőtt, amikor egy testünk Gali Tamás vállalta azt, hogy beszerzi az élelmiszereket, illetve kihoz nekik minden héten. Különböző gyülekezeti tagok adakoznak, de nem csak anyagilag, hanem van, aki ruhát hoz, van, aki élelmiszereket hoz, van, aki kötszereket, és aztán ezeket tudjuk odaadni a hajléktalanoknak. Fontos, hogy ebben a szolgálatban nem csak esti táplálékot adjunk az embereknek, hanem próbáljuk őket beimitálni a templomba, és részt vehessenek a gyülekezet életbe, és a szeretett közösségnek a tagjai legyenek, és hallgassák a vasárnaponként elhangzó igét. Mert egyetlen dolog, ami átformálhatja az ember életét, az Isten szava, és neki van hatalma, hogy ilyen nehéz helyzetben is megváltoztassa az emberek életét. Általában ezeknek az embereknek elmondjuk, hogy hova üljenek, oda készítünk székeket nekik. Különböző fertőzéseket behozhatnak a gyülekezetbe. Előfordult például, hogy valaki a korányi kórházból megszökött, és TBC-s volt, úgy ült be az Isten tiszteletre. Ideig ez alatt a 6 év alatt Isten őrzött meg bennünket végig attól, hogy bármilyen fertőzést is kapjunk, vagy bármilyen probléma legyen abból, hogy beengedünk ide mindenkit. De úgy gondoltuk, hogy ami ránk bizatott, azt nekünk is meg kell tenni, és emiatt most a belépőktől kérünk egy negatív tüdőszűrő leletet ahhoz, hogy részt vehessenek az Isten tiszteleten. Nagyon sok helyen így működik már. Nagyon sok helyen, hajléktalan melegedőkben, nappali melegedőkben. Ott is már igen, megy az ember, és akkor már nyújtani kell a papírt. Persze, hogy legyen meg minden, nehogy van TBC, vagy valami összejöjjön. Mert nem hiány senkinek a fertőzés, vagy valami. Kölyálba kell elemenni, hogy nincsen tetű, stb. Az ifjúságból 4-5 tag váltja egymást minden héten, akik hozzák az élelmiszert, fogadja őket, illetve vigyáznak arra, hogy a Isten tisztelet alatt de ne történjen semmilyen probléma velük. Így ez a szolgálat is kinőtte magát már, és most már az ifjúság, illetve Pezsi terek között többen is részt vesznek benne. Önöknek van arra lehetőségük, hogy istentisztelet nélkül is megkapják a csomagot, tehát akár 10 órakor is. Ez tudatosodott önökben? Igen, hogyne. De én, ha nem kapnák csomagot, akkor is eljönnék végül is ide, mert igen. Nekem nagy tetszik. Közösséghez tartozunk, érzem azt, és megnyugvást nyújt ahhoz, ugyanúgy vissza tudok emlékezni a nagymamám regis rokonságom, a szüleimnek, akit elvesztettem. Itt is ötletet fog én is járni, és köszönöm szépen az adományt is. Hajléktalan szokott imádkozni? Hogyne, minden este, abban a szakár. Minden este, minden reggel. Aha. Mi atyán, ki jön, menj abba a percben. Igen, vannak saját szavaikkal is imádságaik esetleg? Egyszerűen. Anya, Istenem segíts meg reggel, este. Aha. Meg mi atyánkot elmondom esetleg. Kezdik átérezni ennek a jelentőségét. A szomon is lehet látni, hogy nagyon sokan visszatérő
hajléktalanok, akik vannak nálunk. És nagyon nagy öröm volt számomra, hogy egyik végig énekelte a Szívem csendben az Úrra figyelt éneket. Ami nagyon nagy dolog, hogy hajléktalanként képes arra gondolni, hogy most Istenre figyelt az egy órán keresztül. Nagyon jó, amit a kedves barátom is elmondott, én is nagyon szívesen járok. Mikor önöket meglátom, akkor már felvidulok.